összefüggései. Tulajdonképpen szépen a Rozsányi Zoltán kivételével a többiekről azért tudtuk, hát éves kínosborúni a cégük ugye benne is vannak a kiadványban. A Szukermér és a Barca Zoltán is az emlékeiben él, hogy ők rövid időre. Hát nem állom meg, hogy tekintem hozzá, amikor Imre Lajcs a Rozsányi Zoltánnak kapcsolatban elmondta, hogy egy fél év oktatás után szerzetesnek áll, hogy a tanulmányi fegyelmet és a hallgatók hozzáállását figyelve az utóbbi időben néha az én fejemben is jelentkeztek többen. Nézem, hogy szeretném a kézfeltartással jelezték, hogy Varga Gyula tisztelt rektor úr, tisztelt professzor urak, tisztelt elnök úr, tisztelt ünnepi tanácsülés. A Miskolc Egyetem Gépgyártás Technológiai Tanszéke kollektívája és tanszékvezetője dr. Kundrák János professzor nevében nagy tisztelettel köszöntöm a fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Melnikai Technológiai Tanszéket. Ahogy hallottuk, közös tőről fogadtunk, és kiválásunk vagy szétválásunk után is nagy figyelemmel kísértük a Mechanikai Technológiai Tanszék által elérhető jelentős eredményeket, és a társtanszék által elért eredményekhez további jó erőt, egészséget kívánok magam és tanszék nevében. Köszönöm szépen! továbbra is sikeres legyen. Megköszönjük nagyon.
köszönteni a Nógyáró Miskolcegyetem említett betonvét tanszékét, fennállásnak 60. évfordulója alkalmából, úgyis, mint a tanszéket vezetni a régi tanítványa, aki mindig nagy szeretettel és nagy érdeklődéssel gondol vissza az egyetemre, illetve az anyag tanszéket. És úgy gondolom, hogy a jövőben még több együttműködés várja lehetségesség tanszékünk, tehát a menüketetnél tanszék között. Bízom abban, hogy a tanszékvezetőnek egy tényleg majd segít, és bízom abban, hogy az együttműködés tovább intenzívebbé válik. Köszönöm szépen. Juhász Kálmán vagyok, a MÁV igazgatóság nyugdíjas mérnöke. Mellé vagy Tejkonói tanszék jubilómi alkalmával szeretnék köszönetet mondani MÁV Miskolc igazgatósága, illetve az egész MÁV hálózat részéről. Azért a munkáért, amiben segítették az első ézet nélküli vágány megépítésétől kezdve napjainkig a termit hegesztéssel kapcsolatos kísérletek, termit Dinex hegesztőadag kikísérletezése, az anyagvizsgálatok alapozásában, amelyben végig részt vehettem 1957-től napjaikig. Köszönetet a régi professzoroknak, Zsorkoszi professzornak, a jelenlegi Tisza professzorúrnak és a Romvári professzorúrnak, valamint egy nevet hagy említsék dr. Béres Lajosnak. Hanem az 1967-ben végzett gépészmérnökök egyik évfolyam társaként azt mondja el, hogy a tanszék tevékenysége, a mechanikai technológiai tanszék tevékenysége mindannyiunk életét végigkíséri, és több évtized múltán is üzenve. Az üzenet egyik évfolyam társamtól származik, akinek mint majd 7 év múlva aranyokleveles, mindenkinek gyűjtöm a életrajzát. Ő jelen volt a Révcalaki robbanásnál, amelyik talán 21 néhány évvel ezelőtt történt. Leírta az életrajzát, és leírta, hogy kétszeresen menekült meg,
mert egyrészt, amikor elment a fejem mellett a tartályfedél, az volt az egyik, a másik, ami előzetesben majdnem ülve a nehéz Miskolci Egyetemen tanultakra alapozva fogalmazta a védekezését, és ezt is elhúzta. Az életrajzát azzal a két sorral zárja, hogy ne kínéljétek őket, gyötörjétek őket, mert vagy a haláltól, vagy a börtöntől menekítitek meg őket, bármint a hallgatókat. Ezek után, ha ezzel megyünk hallgatókat toborozni, hogy vagy halál, vagy börtöntől, de a túlélésnek a titkát elmondta a kollégám, és ebből a tanszéknek, ennek a tanszéknek óriási szerepe van. Megszorult is a DK-nak és a jelenlévők, a régi barátság Akán Kérex volt, ő 18-os 91-ben lett, tancérvői 92-ben, tehát úgy a szívéig csináltak együtt, két tancér párhuzamos lett felégeséget, de nem így volt tancérvői, szóval csak barátság egyében megmerem mondani neki, mint régi barát, ami már egy hiba az előadásodban, hogy én miatt estekről, hogy a tancég ezt a nevet 955-ben lett. 52-ben lett megfelel 2, nagyon örülünk neki, hiszen tőled meg származhatjuk magunkra, ezt mindig lássunk, már mindig leírom. 55-ben vagyunk gépgyártás, majd ez oszlott ketté a szerszámgépek tanszékre és gépgyártásokra tanszékre. 63-ban, ez helyesen volt. A másképp is szerettem volna mondani, hogy mi, mint hallgatók, nagyon szeretünk járni abba az A1 épület alaksorába. Farkas professzor nem beszél rossz néven, de én, mint hallgató, nagyon szívesen emlékszem Gabriellára, Mónikára. Általában lehetem legcsinosabb tanárnője volt, és talán ezért is szeretük ennyire mellé egy technológiát, mert gyakorlatilag tartott, és mindig csinos volt, de ő még egy kicsit ki is húzta magát ilyenkor, és ha más nem, de emiatt mindig szeretünk venni. Mert erre rossz néven, Farkas professzor, majd jöttünk kocsival, ezért váldogatlanul elmondani. A másik, amit szeretnénk megjegyezni, teljesen egyetlen Tisza professzorral az osztatlan kérdés visszaállásának szükségességében. 3 hete osztjuk létre, Élésbél a professzor ott volt, Patrón Elektron rendtott eljönni a Magyar Professzori Nemzetközi Szövetségét. Ez a korábbi Magyar Professzori Nyilatkozatának az utolszervezete. Ott is ezt fogalmaztuk meg. Próbáljunk ebben elérni egy számodatta agyvilág is a megeredményt. Eddig 56-ban MST hallgatónk volt, ma van 5. Ebből az 5-ből, ha mind gyémántfő lenne, akkor sem lenne meg a mi porladásunk után, egy utánpótlás. Tehát ezen segíteni kell. Mikrosúgy a megtekés, a gyártás folyikod össze, még egy lemezolóban is van csiga, ezért engedjétek meg, hogy egy csigás könyv, de berangulóan tétom cégileg, nem probléma, hagyjak át emlékezhető. Köszönöm meg! Lesz még most hozzászólás a rendezvény második részét követően. Most azt javasolnám, hogy egy 15 perces kávé szünetet tartsunk, és lehetőleg ezt szeretném.